Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Én Renátó vagyok, ennek a videónak pedig nem lenne szabad elkészülnie. Így nem lehet beköszönni. Ennek a videónak nem lenne szabad elkészülnie. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Én Renátó vagyok, ez pedig egy videó arról, hogy hogyan fog kicserélni egy SSD-t ebben a laptopban, valamint hogyan fog föltelepíteni két operációs rendszert. Tartsatok velem! Szóval miért is nem lenne szabad elkészülni ennek a videónak? Hát egyrészt azért, mert ez egy olyan 2,5 éves laptop, és hát tönkre ment benne az SSD. Pontosabban még nem ment tönkre, de már vacakolt. És akkor finoman fogalmaztam. Ugye egyrészt arról van szó, hogy bútoláskor néha nem indul be a gép, tehát egész egyszerűen bedob a BIOS-ba és azt mondja, hogy nincsen háttértár. A másrészt az, hogy másik pedig az, hogy már a Smart is reklamál egy kicsit, hogy valami probléma van. Úgy döntöttem, hogy megelőzve a bajt, inkább kicserélem. Általában ezek az eszközök amúgy is mindig akkor mennek tönkre, amikor szükség van rájuk. De hát ez a Murphy törvénye. A második részben pedig arról lesz szó, hogy föl fogok telepíteni két oprendszert, egy Windows-t és egy Linux-ot. Ez a második dolog, ami miatt ennek a videónak nem lenne szabad elkészülnie. Nyilván a Windows telepítés az egy sima ügy lesz, hogy semmi különös, szokásos, simán pendrive-ról feltelepítjük. Viszont a második részben fölteszünk egy Linux-ot, nevezetesen egy Ubuntu disztribúciót, a aktuális verziót, a 20.04-et. De hogy miért is, és miért is érdekes ez? Ugye a Debrecen Egyetem informatikai karán a programtervező informatikus hallgatók sokszor küzdenek azzal, hát nem mindenki persze, de néhányan küzdenek azzal, hogy hogyan is lehet föltelepíteni egy Linux rendszert. Nem azért, mint olyan nagyon bonyolult lenne, mert annak is ugyanolyan kattingatós telepítője van kb. Mint a Windowsnak, hanem hogy hogyan kell föltelepíteni a Windows mellé ilyen dual bootos megoldással. Persze lehetne VirtualBox-on, meg ilyesmi, de nem működik, nem érik el a GPU-t, meg nem csak a teljesítmény. Én mindig azt szoktam javasolni, hogy ilyen dual bootba telepítsék föl, én általában úgy is szoktam. És ami gondot szokott okozni, hogy hogyan is telepítsék föl egy működő, meglévő Windows rendszer mellé. Miért okozhat ez gondot? Hát első körben azért, mert ugye egy partíció van a rendszer, és nem mindig tudják ezt a hallgatók, hogy hogyan lehet több partíciót készíteni, és akkor egy másik partícióra hogyan kell föltelepíteni a Linuxot. Ugye ugyanarra a partícióra nem fog menni, főként azért, mert más fájlrendszert használ a Linux. Ugye a Windows ezt az NTFS fájlrendszert használja, vagy a FAT-ot, EXFAT-ot, vagy annak valamilyen klónját. Ugye a Linuxok általában ezzel szemben pedig a EXT valamelyik verzióját, hát aktuálisan az X4 fájlrendszert igénylik. És ugye nyilván egy partíción két fájlrendszer nem lehet, külön partíciót kell készíteni. Na most, amilyen nekem egy kicsit fura ez a dolog, hogy annó mi azért nagyon sok rendszertelepítést végeztünk, nem azért, mert hogy ezzel foglalkoztunk volna, hanem amikor a gyerekkoromban ugye a Windows 3.95, a 98, illetve a Millennium Edition rendszerek igen sűrűn omlottak össze, tehát jellemzően sokat kell foglalkozni azzal, hogy újra telepítgetjük, és nekünk olyan természetessé vált az, hogy ezt megcsináljuk. És általában, amikor egy ilyen telepített rendszer összeomlott, akkor vitte magával az egész partíciót. Nagyon furcsa dolgok történtek akkoriban, tényleg ilyen nehezen magyarázható dolgok. És ezért alapban is úgy telepítettük már fel ezeket az oprendszereket, hogy egy külön partícióra raktuk a fájlainkat, az adatainkat, csak azért, hogyha összeomlik a Windows, akkor ne vigye magával azt is. És mi megtanultuk azt, hogy hogyan kell egy külön partíciót létrehozni, mi értelme van annak, hogy egy külön partíción vannak a dolgok, meg hogyan működik úgy az egész fájlrendszer, meg ilyesmi. Előfordul olyan hallgató, aki nem nagyon találkozott ilyesmivel. Ez a tutoriál alapvetően nekik szól. És innentől kezdve nincs kifogás arra, hogy nem tudom föltenni a Linuxot a gépemre. Ez nagyon fontos. Jó. Hát akkor nézzük,
Kezdjük az SSD cserével. Ez a laptop egy Asus ZenBook Flip S. Hát olyan 2,5 éves körülbelül, ahogy ezt említettem. És egy 512 GB-os, ugyancsak Samsung SSD van benne. Csak a Samsungnak egy olyan változat, ami nem ilyen commercial. Olyan értelemben, hogy ezt így boltban nem nagyon lehet megvenni, hanem egy olyan változat, ami ilyen nagy tételben elérhető. Csak hát nyilván gyártóknak azt szokták itt továbbadni. A pontos típust majd kiírom a videóra. És tulajdonképpen az történik, hogy nem nagyon bootol be mindig, hibát jelz a Smart. Ha be is bootol, akkor nem a group menü jön be, hanem a Windows webbootol egyből. Hát vannak vele gondok. A biztos, ami biztos, kicseréljük. Mire fogjuk kicserélni? Erre a Samsung 970 Evo Plus V-NAND SSD-re. Ez 500 GB-os, nagyjából ugyanakkora. Ugye ez egy NVMe-s PCI Express-es SSD, ilyen való egyébként ebbe a laptopba. Ez már a Samsungnak ez a 6. generációs 3D V-NAND technológiára épülő SSD-je. Kicseréljük. Jó illata van. Na hát meg is van. Hát látjuk, hogy nem nagy valami. Ugye, tehát ezek a kis NVMe M2 portos SSD-k, ezek hát ekkorák. Kezdjük is el a cserét. Hát első lépésként annyi a dolgunk, hogy leszedjük a hátulját. Nem azt mondom, hogy ez a legizgalmasabb rész, de hát ezt is meg kell csinálni. Pici csavarokra vigyázzunk, nehogy elhagyjuk. Oké, és na hát meg is vagyunk, és akkor most valahogy leszedjük ezt az egész hátlapot innen. Óvatosan szépen lefedjük a hátulját. Oké, és akkor itt van nekünk a laptop belseje. Hát az, hogy most mi micsoda, az nem igazán érdekes. Ugye itt van egy kis alaplap, valahol itt van akkumulátorok, itt ilyen IO kivezetések, ha úgy tetszik, kibekapcsoló gomb, itt egy Type-C csatlakozó, új lenyomatolvasó, hát kis processzor hűtő, valószínű itt van akkor a processzor való ezzel a nagy rézlappal lefedve. Ezt az SSD-t itt kicseréljük. Szokott módon az NVMe SSD-ket egy csavar tartja. És akkor most nagyon óvatosan megpróbáljuk kihúzni. Így van. Hát nem is volt olyan bonyolult dolog. Látjuk, hogy van rajta ilyen hőátadó fólia.
Hát, ezt nagyon nem akarom most leszedni. Ez maga, ez az előző SSD. Na, és akkor tegyük be az újat. És csavarozzuk be. Jó, hát ez innen kiesni nem fog, az biztos. Na, és akkor elvileg készen is vagyunk. Újra egybe van a kis laptop. És hogyha megnézzük, akkor szépen beindul a BIOS. És itt írja nekünk az új SSD-nket. Elkészültünk a Windows telepítéssel, emellett még föltettünk egy pár ilyen szokásos segédprogramot, ilyen Office, meg ez az amaz. Mi kell az Ubuntu-nak? Ugye mondtuk, hogy külön partícióra kell telepítenünk, úgyhogy akkor készítsünk külön partíciót. Indítsuk el a számítógépkezelést. Ez egy segédprogram, ahol a számítógépnek sok-sok beállítását tudjuk módosítani, változtatni. Itt kattintsunk a lemezkezelésre, ahol láthatjuk azt, hogy milyen lemezeink vannak, és a lemezeink milyen partíciókra vannak felosztva. Tehát itt tudunk nyomni egy olyat, hogy köt egy zsugorítása. Ugye itt lekérdezi a magától a partíciótól, hogy hogyan tudjuk zsugorítani, és itt akkor megadhatjuk azt, hogy mégis mekkorát szeretnénk készíteni, tehát mekkora legyen a partíció. 480 mondjuk kerekítsünk, akkor 240, tehát 240 GB legyen, zsugorítsuk. Jó. Na hát itt létre is jött nekünk egy ilyen üres partíció, amire azt írja, hogy nem lefoglalt. Most ez a nem lefoglalt partíció, ez fog majd ugye nekünk a Linuxnak menni. Itt érdemes egyébként már most szétbontani, hogy ne a Linux telepítővel kelljen itt vacakolni, ha már úgyis itt vagyunk, akkor tegyük ezt meg. Miért kell szétbontani? Mert a Linuxnak érdemes egy ilyen úgynevezett swap partíciót adni. Ez a swap partíció fog majd arra szolgálni, hogyha esetleg elfogy a laptopban a műveleti memória, akkor ezt fogja használni. Hát én erre 20 GB-ot szoktam adni. Itt ugye annyit tudunk, hogy jobb klikkel készítünk egy új kötetet, és itt akkor megadjuk, hogy hát mondjuk ez legyen 20 GB, csak így szépen kereken megabájtba megadjuk. Jó? És akkor nyugodtan rendelhetünk hozzá meghajtó betűjelet, leformázhatjuk NTFS-re, igazából ennek nincs jelentősége.
És akkor erre is létrehozunk egy új egyszerű kötetet. Itt már megadhatjuk a maradék méretet, és a tovább gombra kattingatva, és készen is vagyunk. Következhet az Ubuntu telepítése. Ugye az ubuntu.com oldaláról le lehet tölteni az aktuális verziót, itt a download, arra figyeljünk, hogy a desktop verziót töltsük ne a szervert, látjuk, hogy most az aktuális verzió a 20.4-es, rákattintunk, és már tölti is le nekünk az image-et. Na hát kezdjük is el, én nyomok egy restartot, és akkor bootoljunk be erről a pendrive-ról. Sikerült. Oké, és hát ez ugyanúgy működik, mint a Windows telepítésnél. Ez mindenki a maga BIOS-ában látszódik, hogy hogyan működik. Hát mit a kis pendrive-ról fogunk most bootolni. Jó. És itt már rögtön látjuk, hogy előjött a Ubuntu-nak ez a kis group menüje. Na most telepítés után majd látni fogjuk, hogy ez a group menü, ez itt fogunk majd tudni választani az Ubuntu és a Windows között. Hát alapvetően így van az Ubuntu megoldva, hogy rögtön már a telepítő felajánl egy ilyet. És akkor itt nagyon sok mindent tudunk, most mi csak egyszerűen kattintsunk az Ubuntu lehetőségre. És várjuk meg, amíg betölt. És akkor itt el is indul nekünk a telepítő. Ugye Ubuntu esetében van lehetőségünk simán csak kipróbálni, ilyenkor gyakorlatilag a pendrive-ról fog nekünk futni egy operációs rendszer. Nyilván ez nem jó most nekünk, úgyhogy mi telepíteni fogjuk, és akkor telepítsük. Ja. Itt láthatjuk, hogy kiválaszthatjuk a keyboard layoutot. Jó, lépjünk tovább. Itt tudunk csatlakozni Wi-Fi-hez. És akkor itt szépen kérdezget, hogy mit szeretnénk, hogyan szeretnénk. Gyakorlatilag ez értelemszerűen mehet nyilván a választásainak megfelelően. Én normál installt szoktam, töltse le az update-eket, telepítse föl a harmadik féltől származó eszközöket is, ilyen grafikus kártya, driver, wifi hardware, egyéb dolgok. Illetve be tudunk állítani egy ilyen secure bootot, hát ezt most én nem fogom, majd ezt később be tudjuk állítani. Jó, lépjünk tovább. És akkor nagyon fontos, hogy itt választhatjuk ki, hogy hogyan szeretnénk a Windows mellé telepíteni. Hát én úgy szoktam, hogy something else, és akkor itt tudjuk majd kiválasztani a partícióinkat, hogy mit hova szeretnénk. És akkor itt följönnek azok a partíciók, amiket egyrészt a Windows telepítő hozott létre, másrészt pedig a számítógép kezelésben mi hoztunk létre az imént. Mi az, amit mi hoztunk létre? Ugye látjuk azt, hogy itt van egy NTFS, meg egy EFI partíció, ugye a bootnak, itt van valami 16 megabájtos, ezeket valószínű a Windows hozta létre még valamilyen ilyen segédpartíciónak a telepítés során. Itt van nekünk a Windows partíció, ez a mai 250 GB-os rész, és akkor itt indul nekünk az 5-ös meg a 6-os. Ez lenne a swap partíció, látjuk, hogy ez itt 20 GB, illetve itt van, amit a Linuxnak szántunk, ez a 230 GB lemezterületű partíció. Na, és akkor most azt kell tennünk, hogy itt ezt kiválasztjuk, és azt mondjuk neki, hogy change, és itt meg tudjuk adni neki, hogy miként használja, és akkor itt beállítjuk neki, hogy swap area, oké is. Jó. Ezt ő már innentől tudni is fogja, hogy mit kell tennie, hát akár formázhatjuk is, de nem szükséges, mert ő majd ezt szépen intézi. Illetve itt van nekünk a másik, amit viszont be kell állítanunk neki erre az X4 Journaling File Systemre, és meg kell adni neki egy mounting pointot. Hát itt esetünkben most ez a sima per lesz. Oké, és akkor nyilván ezt
alapértelmezetten formáznia kell, hogy X4 file rendszer legyen, és igazából ennyi a mi tehendünk. És akkor telepítsük. El is készült a telepítő, újra is indult a rendszer, és akkor itt láthatjuk ezt az úgynevezett group menüt, és el is indult. Itt vagyunk már az op rendszerbe, indíthatunk egy terminált, és kezdhetünk programozni. Szóval ennyi is lett volna, de azért pár megjegyzést mindenképpen kell tennünk, elsősorban a szerelés kapcsán. Nyilván, hogyha garanciális a laptopotok, akkor ne ti cseréljétek ki benne az SSD-t, hanem vigyétek vissza, majd a gyártó kicseréli nektek. Ez az egyik. Másik ugye, hogy ha leveszitek a hátulját, akkor valószínű a garancia is elvész. Nyilván ez gyártója válogatja, hogy meg lehet-e tenni, vagy nem. Inkább nem, én úgy gondolom, erre figyeljetek oda. Másik dolog, ami fontos megjegyzés, ugye a telepítés, mielőtt az Ubuntu telepítést elkezditek, a BitLocker Drive Encryption-t a Windows-ba vagy kapcsoljátok ki, vagy kérjétek el a visszafejtő kulcsot, ugyanis a bootolási házirend megváltozása triggerelheti azt, hogy kéri fogja tőletek. Olvassatok ennek utána. Összegezve az elhangzottakat, illetve a látottakat, azért látszik, hogy egy ilyen SSD csere egy laptopban nem egy bonyolult dolog, maga az op rendszerek telepítése megint csak nem egy bonyolult dolog. Tényleg tekintsetek erre a kis videóra úgy, mint egyfajta ilyen tutoriált, amivel a programozói karriereteket, hát mondhatnám azt, hogy elkezditek, de ez ilyen nagyon nulladik, vagy inkább ilyen mínusz egyedik lépés. De mi az Infokaron nagyon ambicionáljuk azt, hogy Linuxot használjatok fejlesztés során. Nyilván egyrészt azért, mert szerintem ilyen bevezető példákat, illetve bevezető programozás tananyagokat sokkal könnyebb Linuxon megtanulni, illetve a másik dolog pedig az, hogy amúgy is többi tárgyon oprendszerekből például Linuxot tanultok, több legyet egy csapásra, használjátok Linuxot, akár már most is föltelepíthetitek, és kezdhettek programozni. Ha tetszett ez a videó, nyomjatok egy lájkot, ha van bármi kérdésetek, itt a komment szekcióban nyugodtan kérdezzetek. Akárha elakadtatok, akárha bármi megjegyzésetek, gondolatotok van a téma kapcsán, vagy a videó kapcsán, és hogyha szeretnétek ilyen és hasonló videókat, kövessetek meg, nyomjátok meg a csengőt, meg ilyenek. Jó, köszönöm szépen, sziasztok!